Itt vagytok? Kik? Akkor egy már igen. Fifika? Én is, én, én is itt vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt! Reggel van? Hú. Ez a, mi az Isten, jégverésben gazdag délutát kívánok. Nagyon durva Várom a szupervihart egész nap, és nem jön. Hát azért este lehetett érezni, meg lehetett látni a térképen, hogy Zalaegerszegnél betámadott. Úgyhogy, úgyhogy azt néztem éppen, hogy Pécs környékén este volt ilyen 27-30 fok környéke. Fölötte 100 kilométerre, meg 10 fokkal alacsonyabb. Nem tudom, én Ami... már nagyon várom, tehát ma itt írdatlan meleg volt Szegeden, és most se látszik semmi, így kicsit gyülekeznek a gomoly felhők. Tegnap éjszaka meg tehát zseniális volt, még meg is néztem a meteor naptárat, vagy öt meteort láttam, hulló csillagot. Hmm. Lehet, hogy ez egyik a lelő Star Trek volt. Az is lehet, hogy most, most potyogott Körk kapitány darabjaira, vagy nem tudom, de, de, nagyon szép volt. Én is nagyon várom a vihar, de aztán rájöttem, hogy nem várom nagyon a vihart, mert elveri a jégeső szegény ligetvédőket, az nem lesz van. De gondolj bele, hogy addig se tudnak dolgozni a munkagépekkel a viharban, mert belecsap a villám jól. Ó, de nekik van az a nagy, hogy hívják, biztonsági óvós isakjuk, ami megakadályozza őket, hogy ész szoruljon a fejükbe. Az is igaz. Nehogy egy gondolat bejusson véletlenül oda. Na és történt veletek valami extra héten? Hú, most kezdje Krisztián. Be, be, be. Velem olyan sok minden nem történt a héten, járogattunk a ligetvédőknél Kingával, kinézegettünk egyszer-kétszer, meg megírom a doksikat, jött egy értesítő a törvényszékről, úgyhogy valamelyik nap elugrom majd érte, ez a nefi ellen beadott kereset kapcsán van valami fejlemény, kíváncsian várom, hogy mi lehet. Nagyjából ennyi történt, meg találtam két nadrágot, képzeljétek el. Ezt el sem akarom képzelni, hogy ez hogy így nehéz. És találtam két nadrágot. Tehát, hogy így mentél, 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 mendegértél, és egyszer csak szembe jött két nadrág, vagy vagy esetleg otthon történt valami baleset, és ott maradt a két különböző pasinak a nadrágja. Vagy hogy miért? Tehát nehéz értelmezni. És furdalja az oldalatokat örökké, örökké a kíváncsiság. Nem arról szó, hogy... Alapvetően a maradék macska hálónkat keresgéltem volna a gardróban, mert állítólag ott van, és rájöttem, hogy hogyan tudok mégis szellőztetni, az egyik ablakon van rács, és azt le tudom maska biztossá tenni, és a túloldalt meg le van húzva a redőny az RK ajtónál, de úgy, hogy nem, nincs teljesen leeresztve, úgyhogy rések vannak rajta, és akkor így megmozdulna egy picit a levegő nálunk. Na most a macskahálót nem találtam meg, de hogy ott túrtam föl a dolgokat, sikerült lassan húsz évvel ezelőttről találnom két nadrágot, még mielőtt meghíztam volna, és pont a minap rágta a fülemet Kinga, hogy menjünk már, vegyünk neked valami nyári nadrágot, mert belesülsz abba a dög fekete farmerba, és most találtam két nyári nadrágot, ami, ami ott volt évek óta, mert ugye nagyon-nagyon sokáig nem jött rám, és na hát milyen jó nadrágjaim vannak. Fölpróbáltam, és mintha rámöntötték volna. És Lehet nyilván húsz napán, év nem. után ez újra trendi most, tehát hogy így azóta értett, körbeért a divat, és akkor újra. Milyen színűek Krisztián? Hogy, hogy kell elképzelni? Rövid, uh, ilyen hosszú zsebes, térdigérő, tehát, mi rajta van az uzsonnás zacskó tartó vagy mi? tehát nem, nem, nem. Ez egy rendes két lévizgatya. Az egyik az egy ilyen, nem az a kimondott farmer anyag, hanem inkább ez a vásznasított, valamilyen ilyen nyárias, könnyedebb holmi, ilyen bézs, világos bézs valami. Már is emlékeztem rá. A másik az meg egy ilyen barnás színű, ilyen nyári farmer kócerát. Tehát teljesen mezei nadrágok semmi trükk. Viszonylag szerencsém van, mert hogy ilyen divatsemleges ruháim voltak mindig is, úgyhogy nem fenyeget az a veszély, hogy ezek kimennek és visszajönnek a divatból, tehát ilyenek nincsenek, ezek örökké divatosak. Vagy sosem, nézőpont kérdése. Tehát nagyon megörültem nekik. De vagyok nyári nadrágokkal. Krisztián, nekem, meg, meg, nekem még vannak itt tizenéves nadrágjaim, amik szerintem rá pont jók lennének, ha esetleg gondolod át visszem. Az, az a baj, ezen gondolkoztam én is, Charlie, az a baj, már kidobáltam mind, ami a Krisztián mérete lett volna, de hát mindegy, hagyjuk. De esetleg kedves hallgatóink, akinek a Krisztián méretében van nyári nadrágja, divat semleges, ez nagyon fontos, tegyük hozzá, az a következő Posta címre küldje. pam 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 ne. Hát, ha így folytatjuk, akkor minden napra más nadrág. Fölöltözt, Nem, fölöltöztetünk, Krisztián, fölöltöztetünk, zakóra is igény tartunk, ingre, nyakkendőre is Frakkot, zsakettet, mindent. Frakot, zsakettet, mindent szeretnénk neked így beinvestálni. Be <tört> Mégis azért, hát na, tehát a közösség ereje. És jó pólókat is találtam ám képzeljétek. Hát ezt annak. nem hiszem el. Pólót is lehet küldeni a Krisztiánnak, ez csak azért mondta egyébként. A mind kedves, mind hallgatóink, kedves hallgatóink, a Párásító Podcast innentől fashion blogként üzemel. A gubera rovatunkat hallottátok. Ah. Jövő héten Csárlinak gyűjtünk uh, Épől kiegészítőkre. Hát, Ja, hogy Apple, értem. Aha, az ne, Ez az, ki az ne az. esd a szádon, mert aztán tudod, az lesz, hogy izé, hogy én a... Mit Hiány tudom nyelvtan, is... Náci. Én... Fúj! Nem az, hanem, hogy izé, a, izé, a, közpénzből veszek uh, Apple cuccokat magamnak. Fuck this! Hülye vagy, hiá vagy, annyiból nem lehet. Nem, de majd mesélem. Hát, teljesen alkotmányosan elveszti közpénz jellegét. Igen, igen, igen. igen. Ugyanitt Nokia s dobozok várják szerető gazdáikat. Charlie, itt már oh. rég nincs nokiás doboz. Nem tudom, hol élsz, tehát így. <kül> Na, megyek tovább akkor, mert leragadtunk a, a gatya témánál. Óriási dráma van nálam kibontakozóban, ugyanis semmit nem változtattam a receptúrán és a teljesítmény fokozaton, és azt vettem ma észre, hogy annyit szívtam mostanában azt a kazánt, ami az Origen 1922 hogy, hogy egyszerűen fáj már a nyelvem. Ez a, tudjátok, az óvatosan lassan, ez a smoker grillezés, ami, ami most végbe ment a számban, tehát annyira megfüstöltem a nyelvem, hogy érzem, hogy ott már, ott már érdes a játék, de szívni kell, mert nincs. Úgyhogy... Charlie az oldalt levegőállítós drip tip ilyenkor nem lehet a problémára megoldás. Csak így szerényen kérdezem, tényleg. Nem, át. Vagy a vízszűtés. Egy... Vagy a vízszűtés. Mennyi eszetek van? Na jó, van, ballagjatok tovább. A másik, ami, ami nagyon friss hír az adás felvételének a pillanatában, hogy, hogy hát sajnálatos, sajnálatos hír, ettől zenget ma a sajtó, hogy, hogy győztek a taxis hiénák, és, Vasszus. és lemond, nem lemondott, nem megfutamodott, Kivonult. hanem, ö, hogy mondják, visszavonulót fújt, visszavonuló. átmeneti visszavonulót fújt az Uber. Úgyhogy agyfasz, de megfogadtam, úgy, ahogy eddig is nagyon keményen tudtam ehhez magam tartani magam, kétszer mondtam, hogy magam, de nem fogok taxiba ülni. Felőlem aztán, ott rohadjon meg az összes, inkább elmegyek autóval, és akkor hazafele meg... Ö, valamilyen, ez a, mondjátok már mi, ez a sofőrszolgálattal hazajövök, pont olcsóbb lesz, mint hogyha taxival közlekedné. közlekednék. Érekek, ez, 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 elképesztő, de komolyan. Tehát, hogy így belegondolsz, hogy van egy darab, oly, végre van egy darab olyan személyszállító szolgáltató, aki nem tud kibújni, meg nem is akar kibújni semmi alól. Mindent látsz, tudod honnan, hova, kit, lehet értékelni egymást, az utas a, a sofőrt, a sofőr, az utast. Azonnal bemegy a, a központba a számla. Mindenki tud mindent, abszolút legális az egész, de ez. Imádják szar... az emberek. Ez. Imádják az emberek, ez Nem. nagyon fontos. Nem olyan olyan flow volt az egész, hogy hogy megnyomod, kiírja, hogy három perc múlva oda jön, beülsz, beszélgetek. És már ez is egy ilyen élmény volt. Ez az egész, meg hogy. Kiszállsz, és akkor, és akkor tulajdonképp úgy működik, hogy hogy pénz nem mozog, nincsen seftelgetés, nincsen okoskodás, nincs... Ö, nem tudok visszaadni. Nincs gomnyomog. Nekem volt ilyen fuvarom, nem hiszed el, Krisztián. Nem ma volt, nem tegnap volt. Ö, 2000 forint volt nálam. 800 forint volt a fuvar. Mondtam, hogy ezerből kérek vissza. Ön, sajnos nem tudok visszaadni, nem hiszed el. 800 forintra kapott 1200 forinti adott. Ez volt 16 éve. És így mondom, de akkor, akkoriban sokat taxiztam, és mondom, jó, mindegy, legközelebb úgy is te jössz majd, mert már többször utaztam vele, szerinted utána hányszor jött? <gül> <gül> Kurva eget. Egyszer se. Szerintem ezt a fogyasztóvédelmi szempontból közelítjük meg, akkor ingyen utaztál. De nyilvánvalóan előhúzza a kerék vasat, és elbeszélget veled, de hogy normális helyen, normális esetben ez, ez így menne. Egyébként pont múlt héten, mikor elrohantam adás után osztálytalálkozóm volt, egy ilyen mini-mini osztálytalálkozó, nagyon nagy élmény volt egyébként, már amerikai osztálytársnőmmel találkoztam. És jaj, mi van, és hogy van, és ha kijöttök, akkor mindenképp gyertek hozzánk, és, és szeretettel várunk, és ö, oda az állomásig mentem itt ö, az én lokális állomás, vonatállomásomra. Tehát ez egy, ez egy hatalmas trip volt nekem ez a taxi, vonat, metró. Ez, ez. nekem. Tizen éve nem volt ilyen élményem. És most megint ugyanez. És hogy a taxi olyan pff, három kilométerre fizettem, jattal együtt 1600-ot, az úgy kellemes volt azért. A, a vonati egyet megvettem online, 301 forintért, zseniál volt. És aztán vettem a nyugatiban egy vonali jegyet, illetve szakaszjegyet bankkártyával, ez is élmény volt és aztán fröccs az, és aztán ö, utána ettünk egy jó kis tájkaját a gosduban. Úgyhogy azt merem mindenkinek ajánlani. Nagyon jó, Krisztián, nem tudom, voltál-e ott? Ö, van egy olyan... Ö, hát most meg nem mondom a helynek a nevét, de tájkaják vannak, és akkor kiválaszgatod, hogy, hogy milyen tésztával, milyen ö, feltéttel, milyen zöldséggel, milyen magokkal, és akkor ezt így, így összerakod a Mátrixot, leadod, kifizeted, és utána kirakják neked a dobozt, a cetliden rajta van, hogy te a 21-est kérted, a dobozon rajta van, hogy 21, elveszed, és már kanalazod is ki a levőpácikával, vagy a gyávában villával. T tök jó, tök jó, tök jó. a neked van még akár... Mondd, mi az? Nem... nem Szójából... Mondd már, mi az a olyan, mint a saj, de Szója, nem Szója, szósz. Nem szósz. Tofu. Tofu, igen. Tehát tofut kértem pont üvegtésztával, tofut, egy kis csípős szósz, meg az anyám kínja. Nem kértem rá semmilyen magot, és ú, nagyon jó volt, nagyon jó volt laktató. Jó koszt, jó És tényleg négyen voltunk, öt perc alatt elkészült. Két szakács nyomta ott ezerre. Úgyhogy ez tök jó volt. Gosdú udvar. Nem kell a puccos részeket keresni benne, ez, ez, ez tök jó volt. Na is, Fifika? Jó, ja, hogy velem mi történt? Fú, hát így csukodnak be a kapuk. Úgy látszik, hogy ez a TPD kezdett begyűrűzni az Aroma frontra is. Van négy-öt Aroma beszállító partnerünk, ebből éppen most kettő jelezte, hogy hát készletcsökkentés, és akkor egy ilyen három hónap múlva kiszállnak a a buliból, illetve ebből az egyik az egy üdítők és élelmiszeripari termékekhez is gyártanak aromát, és akkor mondták, hogy nem akarnak itt semmiféle, nem tudom én, faszkodást ezen az egész piacon. Úgyhogy inkább abba hagyják és folytatják tovább a, a régi vonalat. Én a magam részéről így elképedve nézegetem ezeket a a fejleményeket, ugye egyrészt vannak olyan ö, ö, eszenciális aromák, amiket ö, megszokott gyártótól megszokott minőségbe kapsz, és most a helyet kell valamit ö, ö, keresgélned a, az egyre szűkülő piacon. Fú, szóval nem, nem ö, vagyok ö, kifejezetten boldog, hogy úgy mondjam, illetve hát a héten a román piac fölmérésével foglalkoztam, az egyik szemem sírt, a másik meg nevetett. Nem tudom, egy hónap múlva meglátjuk, hogy hogy tudjuk a román piacot betámadni. <coughs> Ennyi. Ez keserves. A románokról igen, jutott igen, eszembe, igen. hogy beszéltünk veled is, Fifika. Úgyhogy. Úgyhogy. Jó lenne összehozni azt a, azt a trippet, amiről beszéltünk, és meglátogatnám akkor Hargita megyét, megyét. is. Megyét és a med, Medveland. Szóval mi, mi még azon gondolkozzunk el, hogy meg tudjuk-e csinálni, hogy uh, mújóék is jöjjenek, egy, osztozunk a költségeken, úti költségen, kettő, hogy akkor csinálnánk ott egy, egy uh, Hargita Edition-t. Tök jó bónuszadást. Mikor Akar is, a augusztus. augusztus valamikor augusztus, augusztus. Aha. Az még jó Augustus. Is lehet. Aha. Egy élmény szerintem, tehát mindenféleképpen. Nem tudom, milyen meleg lesz nálunk, de arra kell készülni, hogy, hogy, ott hogy egy 10, tíz, tíz fokkal biztos, hogy hűvösebb a, az idő. Tehát, majd Krisztián, neked átküldök egy pár képet, egy Instagramon követek egy, egy lányt, és, és ő van azon a környéken kint. Stalker. igen, és, és, az, az fogott meg annyira, hogy mondom Fifikának, hogy hát ez, ez baromi jó környék, el kell menni, megnézni, úgyhogy úgy, hogy ezért. Na. Jó, kifundáljuk, jó hangzik. Csapassuk, fiúk! Csapassuk neki. Megint Bele a közepébe. Stállít. Mindjárt, Krisztián, még az jutott eszembe, hogy az történt velem, hogy nem csak nadrágot, de találtam még egy pólót, meg egy alsógatyát is. De tudod, milyen pólókat találtam? Nem, 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 és nem is akarom időt. tudni. Nem is akarom tudni. A majd legközelebb fölveszem. És azt majd jó, meghallgatjuk hogy rajtad van gondoltam, egy személyes találkozó alkalmával. <laughs> szóval az első cikk az nekem egy New York posztos írás ami a látómezőmbe került és ö, mert erre is greppelek ö, hogy ö, borzasztó gyorsan és nagy ütemben nő a new yorkerek köz, ö, körében a vépelés, mint olyan. Arról szól ez a... Nem is tanulmány, bár itt ugye el kell rejteni mindig ezeket a szavakat, hogy tanulmány, közvélemény, kutatás, vagy akármi is lehetne, amit... Hát ők az alapján csinálták a tanulmányt végül is, hogy 530 ezer New York City-ben élő felnőtt használ e-cigarettát, és ö, megnézték a, tren a trendeket ezzel kapcsolatban. Ö, nagyon nem fogok ö, számokat elemezgetni, mert soha nem jutunk a végére, de itt van a 18 és 24 évesek ö, ö, között ö, a tendencia, akik, ö, akik azt mondják, hogy nikotin ö, tartalmú ö, elektromos cigaretta likvidet használtak mondjuk az utolsó 12 hónapban, és, és ugyanez itt van a 25-től 44 éves korosztályig is, és azt mondják, hogy összességében 8 kal nőtt az utolsó 12 hónapban a, a vépereknek a nikotinos likvid fogyasztásuk ott. Ö, aztán ezt bontják itt Staten Islandre, North Shore-ra, és a többi, és a többi különböző zónákra, ö, de azt érdemes ö, végigolvasni. És ugye hát ö, az egy nagyon, ö, hogy mondják ezt, eszenciális része ott. Ö, hányan, hányan élnek ott? Tizen, millióan New Yorkban, és vonzás körzete az a. Hát New York, ugye Manhattan, Brooklyn, uh, Queens és a többi, és a többi, uh, ezen a részen annyian élnek. Tehát azért uh, elég szignifikáns uh, tud lenni, hogyha ott valaki uh, bármilyen ilyen tanulmányt vagy mérést vagy uh, bármilyen eredményt megpróbál uh, uh, a számadatokból levezetni. Úgyhogy uh, a... Az utolsó bekezdésben azt mondja, hogy igen, kitérnek arra is, hogy a középiskolás tinédzserek, akik az utolsó 30 napban elektromos cigarettát használtak, az 13,4% volt. Azért az, az, az nem kevés egyéb iránt, hogyha már tinédzserekről beszélünk, és nem vagyok most ott képben, de úgy gondolnám, hogy ott a high school az még mindig a, a 14-től 18-ig, és. és az, az. az sok, az sok. És erre is kitérhetünk majd egyébként, hogy. hogy most mi a helyzet azzal, hogy, hogyha. hogyha valaki fiatalkorú, és mégis nikotinos, és egyébként mégis, mert most ettől zengett a héten, ez volt a sajtótéma, Uh, mindenhol, hogy uh, ez tök jó, hogy berendeztem ezt a szart, és utána... Az ötöst keres a Ötöst? Nem. 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 Nem a, nem a statisztika gyáros, de várjál volt egy olyan, hogy ettől zeng a világ sajtó, nem találom, nem találom, de minden esetre most éppen a fiatalok elektromos cigaretta használati szokásaira mentek rá, és ebből nem tudom, hogy segítsetek majd, ha gondoljátok, levezették, hogy már pedig egyre több az a fiatal, aki az elektromos cigarettázás után már pedig bizony neki annyira nem jó az, az elektromos cigaretta, hogy át kell térni a hagyományos cigarettára. Uh, en, nekem, nekem ebből a cikkből egyetlen egy uh, mondat uh, ütötte meg a szememet, így be is kékült itt alul látjátok. Uh, hogy, és ez mindenhol le van írva, hogy vonzó, a fiatalok számára vonzó ízekkel vannak ezek a termékek uh, ízesítve. Hát uh, kezit csókolom, tehát tudok még mondani száz másik fajta terméket, amelyik tudjuk, hogy kurva egészségtelen, marhára nem kéne fiatalon fogyasztani, lásd alkohol, és mégis a fiatalok számára vonzó ízekkel vannak ízesítve. Tehát, hogy ezt az elektromos cigaretta ellen érvként a, a kőagyú, ö, ö, nem is tudom, ö, szoporroller gyártó ö, állatkirályok ö, lemerik írni, egyáltalán, érted? Tehát ez olyan gyártsunk hányás ízű savanyú cukrot, szarízű chipset, mert tudjuk, hogy egészségtelen. Vagy ne csináljunk olyan alkoholt, érted, csak ilyen tiszta basz baszki, mert ne legyen barackpálinka, meg cseresznye, meg nem tudom, én mindenféle ízesítésbe gyártak ilyen borzalmakat, az nem probléma. Itt az a probléma, hogy a fiatalok számára vonzó ízesítéssel van ellátva. Komolyan mondom, az agyam megáll. Érted? Meg, hogy hogy sikerül összehozni a, az egyenletben azt, hogy ö, több fiatal, amit egyébként nem pártolok, több fiatal ö, próbálja ki, vagy szokik rá az elektromos cigarettára, és valamiből ők azt a következtetést, de lehet, hogy ők is ilyen nagy statisztikusok, meg matematikusok, egyébként Krisztián, és levonják azt a következtetést, hogy, hogy még többen fognak átszokni arra, a cigarettára, amit már mi egy hónap után nem tudunk a szánkba venni elektromos cigarettázás után úgy, hogy mielőtte szívtuk 10-15-20 évig. Ez... Megszólalni se tudok. Tehát Mondjuk. Ilyen logikai ugrásokat csinálnak, tehát egymásban összefüggés, vagy két dolog között nem lévő összefüggésekkel nem foglalkozva, csak így gombolyítják a szakad gondolatfonalát, és aztán mondanak a végén valamit, és hup, ennyi. Ez agybaj. Pont erről volt szó az egyik előadáson is Varsóban, hogy hogyan lehet szarkérdőívekkel szar eredményeket kihozni, és erőltetik. Tehát annak ellenére, hogy nyilvánvalóan baromságról van szó, erőltetik. A sajtó meg persze átveszi az átlagpolgár, meg meghallja, hát mint ez is, amin az előbb kiakadtál, Fifika, meg kiakadunk rendszeresen, hogy a fiatalok számára vonzó. És hát de mondjam már, bárki számára. Mondjam egy olyan nix érted, ami, ami nem vonzó de csak a fiatalok számára, tehát az öregek kamálják, érted? De a fiatalok azok nem, és majd olyanba fogunk egy cigarettát gyártani. Hát anyád, komolyan, szóval kész vagyok. Erről meg a Clive Bates szlágyai jutnak eszembe, ahol ott van, hogy a fiatalkorú e-cigaretta használókat kérdezték meg, és a túlnyomó többségük dohányízesítést és viszkiízesítést fogyaszt. Mert nyilván, tehát a kamasz, a kis kamasz, aki felnőtt akar, felnőttnek akar látszani, és minél menőbb akar lenni, az vattacukrot fog választani, mert az olyan rohadt férfias. <laughs> Mit hisz vattacukrot? Te rohadt buzi! Egyébként tudod, mi jutott erről sem. eszembe? A... Még mindig nem nézed a lassippet, mi? Dehogy nem, abszolút napra kész a, vagyok tudi, Hallod, amikor amikor ketten tudod kiszöknek a vécén, vagy a, hát latrina, vagy pottyantóson keresztül, és tudod mondja, hogy beugrunk itt a pottyantóson, és kimászunk, és szaladunk, és akkor így, így néz a, az XO, és mondja, hogy, hogy ez nekem, ez, nekem, nagyon nem tetszik. És tudod, így, így gondolnád, hogy azt mondja, hogy hát azért, mert, mert az meg szarba ugrasz, és, és azt mondja, tele van rozsdás szöggel, és azt mondja, úgy hogy bazzik, ekkora geget beleraknak a last -be. Tehát, hogy tényleg ez van, hogy, hogy valamire fogjuk, de, de ne fogjuk már ennyire szar dologra, hogy azért, mert maradva az analógiájánál, hogy... De hogy... ez az eladható, mert érted más, tehát észérvekkel, tényekkel nem tudnak előhozakodni. Tehát ha megnézitek, a mai napig az elektromos cigaretta ellen szóló érvek, az összes, amit fel tudnak mutatni, az mind ilyen hat, het, talán, esetleg nem elképzelhetetlen, hogy. És ezekkel az állításokkal szemben van ott egy tonna tudományos bizonyíték, hogy nem, ember, semmi jele. Most már több mint tíz év eltelt, és még mindig nem, még mindig nem. De talán, esetleg nem elképzelhetetlen, hogy. Nem elképzelhetetlen, hogy egy millió gyerekből egy valaki egyszer dohányozni fog, mert megtetszett neki egy málnás leves. Az, hogy menet közben millió szám eh, hagyják abba a dohányzást a, a, a dohányosok, az valamiért nem, nincs pariba ezzel, hogy el lehet, hogy egyszer egy gyerek dohányozni fog. És akkor Idiótán. itt egy picit átvezetnék egyébként, a hatos pontra ugranék, mert, mert ugye az, hogy te málnás likvidet szívsz, vagy valami exotikus gyümölcsöt, vagy mit tudom is én, mit az olyan, az olyan ördögtől való, mert rá fogsz szokni a cigarettára, de az, hogy te szívjad a vitamin vaporizátort bazd meg, az, az seems legit. Tehát annál ö, egészségesebb dolog a világon nincs, hiszen csak 5000 forint, és tisztára tisztára, mintha multivitamin szopogatnál, B1, B2, B6, B12 vitaminok kerülnek a szervezetbe. És ez milyen jó, mert mert egyből a véráramba jut. Mint ha aztán a vitaminnak erre szüksége lenne, hogy egyből a véráramba jusson. Meg ö, itt akkor, itt akkor ö, nem aggályos az, hogy a napi előírt vitamin bevitel hány százalékát viszed be így. Mi az, ami felszívódik? Mi az, ami átmegy rajtad? Mi az, amiből nem kerülhet több a szervezetedbe? A, részben, ugyan, igen, tippeljétek igen. már meg, hogy a C-vitamin hány fokon bomlik. Valami nagyon alacsonyan, ha jól emlékszem. Tehát C-vitamin például nem lehet gőzölni. Tehát Én a, a hűtőszekrénybe hagytam egy fél órára, és fölbomlott ott is. 24, 24 óra alatt 20 Celsius fokon a fele elbomlott. <hállt> azt Csokkolom. mondják, hogy... Azt mondják, hogy ez egy olyan szabadalmaztatott technológia, amely során a vitaminokkal teli folyadék gőzzé válik. Hát igen, szabadalmaztatott, csak nem ti, és nem most, hanem ezelőtt x évvel honlik. A többi stimmel. A termék természetes, nem tartalmaz a szervezet számára káros anyagokat. És akkor itt most nem látja a hallgató, de így, így kelet felé fordulok, és, és imádkozok, hogy ó, micsoda, Ö, szerencsénk van, és ez csak le kellett írni, hogy nem tartalmaz, és ennek elhisszük egyből. És azt is, hogy nem lehet túladagolni. Zsöni áll. Jó pofa, egyébként olyan, mint a, mint a ö, villanykörte összeesküvésnél. A készülék jelzi, ha újat kell venni. Nah. <laughs> Nagyon jó. Ez, ez kurva, Nagyon jó. Nagyon jó. Újat kell belőlem venni kisgazdám, de ne dobják ki, hanem vigyél vissza a visszavételi pontra, és akkor ott majd jól kicserélnek. Áthallod, Én ezt nem akartam én hogy ilyen van. Köszönjük Blackinek egyébként a találatot. Ő volt az, aki erre rávilágított világított vitszes. De vannak jó híreink is. Vannak baromi jó híreink is. Krisztián. Vannak baromi jó híreink is. Onnan vannak most éppen jó híreink, ahonnan általában nem szoktak jó hírek jönni, Ausztráliából, ahol ugye a szabadidős célú nikotinfogyasztás bűnnek számít. Ott volt most egy nemzetközi dokumentumfilm ahol a világon harmadik alkalommal leszámítva a Fehérház privát vetítését, tehát a harmadik alkalommal került vetítésre a Billion Lives, a Milliárd Élet című dokumentumfilm, és egyből el is vitte a két legrangosabb díjat, a zsűri fődíját megnyerte a Billion Lives, valamint Aaron Biebert megnyerte a legjobb rendező díját is. És hát ez egy dokumentumfilmfesztivál, kizárólag dokumentumfilmekkel, nagyon-nagyon szép, és ahogy nézegettem, egészen szép sajtója is van, és ilyen jó kis díjnyertes film lesz, úgyhogy fognak vele foglalkozni. Nagyon-nagyon boldog mindenki, ahogy nézegettem Facebookon, ott a, a Billion Lives csapat környékén, de hát miért is ne lennének boldogak, ez azért nem szarral gurigázás egy-két ilyen díjat bezsöbelni. Én már tényleg azon gondolkoztam, hogy mi lesz itt jövőre, hogyha esetleg véletlen nominálják mondjuk az Oszkárnál ö, a doku kategóriában. Az én csúriba van az ujjam, meg minden, és lekopogom meg ilyenek, tehát így me, levegőt venni nem merek. Most azon gondolkozom, ezt hogy, hogy ezt kik, 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 nominálnak, hogy vajon mind utána kell járni. Ha más nem, nemes jelesnél kell lobbiznunk. Hát ha valami csoda folytán beírteli. De a jó írek ezzel nem fogynak el egyébként mert a következő jó hír az Olaszországból érkezett megunták a tisztelt tudósok, a nemzetközi tudós szakma és akadémikus szakma megunta ezt a hazugság áradatot, amit a médiában és a, az egészségpolitikában lehet látni, és megarakult az International Scientific Committee, vagyis a Nemzetközi Tudományos Bizottság az elektromos cigaretta egészségpolitikában történő támogatására és azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egyrészt hivatalosan fellépnek a médiában megtalálható őrültségek ellen, valamint a nemzetközi egészségpolitikai baklövések és túlkapások ellen. És jelenleg Umberto Veronezi professzor, aki az Európai Onkológiai Intézet igazgatója Milánóban, Tirelli Umberto professzor, aki a, azt nézem, hogy ez is valami e, Nemzeti Rákutató Intézet e, Olaszországban, Beatrice Fabio doktor, aki a Dohány Tudományi e, Szövetségben dolgozik, e, nem mondom végig az összeset, aki akarja majd megnézi, olyan nevek vannak még, mint David Nutt az Imperial College Londonból, Michael Ziegel Bostonból, Konstantinos Farszalinos, Jacques Le Husay, és így, hogy a, a, a mindenki által ismertebb tudósokat említsem, nagyon szép felhozatal, és nagyon sok reményt fűzök hozzá én személyesen, hogy oda fognak taposni a, az urak, hölgyek. Az zseniális. Jó, hát, hát valaminek, tehát <kül> nem csak a mi hármunk lábújját tapossák, hála Istennek, és van, akinek a hangjára sokkal ö, többen megmozdulnak, és ilyen mondjuk Éron, és ilyen a, a, a csapatuk, és ilyennek ö, azok a tudósok, akik a hangjukat hallatják, tök jó az ilyet is hallani. De egyébként... Ö, egyébként, egyébként igen, azon gondolkoztam, hogy a négyes pontot azt offolnám, mert van még itt egy új rovat is, amit még nem szaladunk ennyire előre. Viszont neked van, van egy jó. felhívásod igen, igen, ott a skipper az a statisztikás dolgot. Megjöttek a válaszok a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől az adatigénylésemre, és a párásító Facebook csoportban már be is dobtam a, kérdést. Az van, hogy sehogy sem jönnek össze a százalékok. És én világéletemben rettenetesen gyűlöltem a statisztikát, és utoljára több mint 20 évvel ezelőtt volt statisztika úrám, tehát nem biztos, hogy én vagyok a legmegfelelőbb szaktekintély a statisztikai témák boncolgatásában. Úgyhogy ha lenne valaki, aki ért végzettsége folytán a statisztikához, és képes szakzsargon segítségével értelmesen megindokolni, hogy néhány ezrelékből nem létezik a hasraütésen kívül olyan statisztikai módszertan, ami a néhány ezrelékből négy százalékot csinál, és hajlandó lenne meghányni ezt a számot, annak várnám Facebookon, privátban a jelentkezését, és nagyon megköszönöm köszönnénk neki, hogyha segítene egy kicsit ö, szakmai szempontból megköpködni ezeket a dolgokat. Úgyhogy hajrá statisztikusok, statisztikus gőzlérek, vagy gőzlérek statisztikus rokonai. Jó, tehát akkor felhívás, felhívás, felhívás. Statisztikában járatos gőzlér kerestet nek. És akkor egy pici upgrade a podcastben. Kis színes rovat indul most tantól útjára, ami, ami tényleg nem fejtjük ki, nem bekezdésről bekezdésre ö, elemezgetjük, vagy, vagy érvelünk ellene, vagy mellette, hanem tényleg csak érdekes dolgok, amiket találtunk, és, és egy ember bedobja, a másik kettő ráfűz egy-két mondatot, és, és ennyi, csak hogy, táguljon a világnézetünk is, és ti sem szabad, hogy ellustuljatok, kedves hallgatók, azért van a show notes, hogy kattintsátok meg, és olvassátok végig, mert az jó. Ott a bejegyzés, amit kerestél. Igen. Mindenhol például. Igen, tényleg, olyan raktam bele, igen. Illetve azt az érdekes kérdés, érdekes választ tegyük már át majd ide a kis színesbe. Jó. Jó. Jó, az első az nekem tulajdonítható, ugyanis ö, vannak olyan helyek, ö, ahol már a taxiban sem lehet elektromos cigarettát használni, és nem a utasnak, hanem a sofőrnek, aki jó eséllyel mondjuk ö, neki ez ö, pénzkereseti ö, forrás, és, ö, és mondjuk az autóban ül napi 8 órát és itt nekem a pont a mondat végén, véleményeket várok. Nekem az a véleményem, ameddig Fifi a sóhajt egyet, hogy ez teljes agylövés kifejezetten a néhány héttel ezelőtti hírek után, amikor a, a területi kórházakban, az Egyesült Királyságban megszüntetik a, a gőzölés tilalmát, és, és olyan felhanggal, hogy igen, ez, segít a dohányosoknak, hogy kevesebbet dohányozzanak, és miért pont egy kórházban ne tennék nekik ezt lehetővé. Hát beszéltünk erről néhány héttel ezelőtt, hogy így végig söpört fél Anglián a, a, a kórházak területén, tehát ha egy kórházban lehet, akkor nyilvánvalóan a taxiban az autósofőrje nehogy ma használja. Tehát oké, okay, hogyha ha utast visz hoz akkor, akkor ne vépeljen, meg ne duhányozzon, meg semmit ne csináljon, de, de hogyha nincs más vele a, a taxiba, miért ne vépelhetne? Tehát ez iszonyatosan uh, hülyeség. Egy-kettő, meg hogy fogják meg? Tehát mi, mi lesz a büntetés, hogy mána szagú az ülés, tehát mindig ezzel példálózunk, hogy ez marha nehéz lesz levadászni, vagy, vagy megfogni ezeket a szabálysértéseket, ez hülyeség. Oké. Okay. Ezek a hozzászólások, azt néztétek? Bocsánat. Ne, ne menjünk bele, akkor mindenki megolvassa magának. Így van. Igen, igen, igen. Büdös, büdös lesz tőle a taxi, ezt nem bírtam, ezt muszáj volt kimondanom. Oké. Okay. A következő az ennek ellen példája, és lehet, hogy már ezt említettük egy előző adásban, a londoni King's College uh, már pedig uh, ajánlja az e-cigarettát azoknak a betegeknek, akik dohányoztak. Tehát, mint leszokási alternatívát, és itt most ezt csak azért raktam be, mert King's College uh, London és ajánlják. Fifika? Na, mondjad, Krisztián, majd aztán én ráfűzök. Ja, nekem erről jutott eszembe, olvasgattam most a, a, a napokban a, a magyar egészségpolitikai módszert, ami ugye előírja, hogy minden felsőfokú végzettséggel rendelkező praktizáló ö, egészségügyi alkalmazott, aki hozzábetérő páciensekkel foglalkozik, ö, kötelező jelleggel fel kell tennie a kérdést. Nyilván az első védvonal ebből a, a körzeti orvosok. Föl kell tennie a kérdést, hogy dohányzik-e az illető, és ha igen, akkor elindítani valamilyen fajta leszoktató módszer irányába, ez egy előírás Magyarországon, és hogy amit itt ennek McNeill professzor a King's College kapcsán intéz, az, az igazándiból ennek egy tökéletesen jó kiegészítése, mert ugye ő is hozzáteszi, hogy azoknak a dohányosoknak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak a hagyományos leszoktató módszerekkel boldogulni, vagy élni, és, és pont ez az ugye az örök vita téma, hogy milyen alapon próbálják meg eldugdosni az egészségüket károsító, brutálisan rászoruló emberek elől a sokkal sokkal kevésbé káros alternatívának a, a, a létezésének a tényét, és ez egy teljesen jó. Tehát ugye azt látjuk, hogy Angliában azért elindult valami folyamatot a, a, a közegészségügy berkeiben ez ügyben. Úgyhogy fasza, kíváncsi vagyok, hogy nálunk mikor lesz ilyen kiegészítés a, a hivatali dokumentumokhoz. <coughs> a professzornak volt egy hihetetlen jó mondata, és ez így el szokta kerülni az emberek figyelmét, hogy a hagyományos cigarettában a nikotinbevitel hihetetlen gyors és iszonyúan addiktív. Az e-cigarettával szemben, amely nem gyors, és kimutathatóan nem olyan addiktív, mint a a hagyományos dohánytermék. Nem tudom, tehát ha csak, csak ezt a, a két összefüggést vizsgálná valaki normális paraszti észre, már akkor is azt mondaná, hogy oké, okay, akkor inkább egy cigaretta. Ennyi. Hát pont ezért bukik ugye a, a, az egészségpolitikának a, a nikotinfüggők újabb generációit vizionáló őrülete mert hogy egész egyszerűen nem így működik. Oké, okay, Krisztián, ezt még gyakorolnunk kell neked ezt a rövid kis Jó, színest. jó. A következőt az te lelted, Léci. Ezt én leltem, ez egy nagyon-nagyon rövid Twitter üzenet a WHO-tól, aki érdekes módon ugye láthatjuk tőlük, hogy az elektromos cigaretta kapcsán soha nem ejtenek szót arról a, a sem a káros anyagmennyiség, sem a nikotin, semmi kapcsán, hogy igenis a mérgezőség az a dózistól függ. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy bizonyos anyagból mennyi jut be a szervezetbe. Az elektromos cigaretta kapcsán ez így erről, erről a para, Paracelsus által megállapított törvényszerűségről, Ugyan rendre elfeledkeznek, és itt jön az Arzén kapcsán figyelmeztető tweeteket tweetel a, a, a WHO, figyelmeztetve az embereket, hogy mennyi az a dózis testömeg kilogrammunként, ameddig még jól el vagy az arzénnal, és ami fölött meg már neved be magadba, mert valami rizsbe találták, meg ilyesmibe. Tehát elektromos cigaretta kapcsán a dózisra vonatkozó szabály nem létezik. Nem létezik, Mi? így van. Igen, ez a kettős, kettős mérce, tudod, van egy centid, az egyiken a, a nem elektromos cigaretta, a másikon elektromos cigaretta, és akkor ott egészen más értékek vannak. Én erre nem is fűznék hozzá sokat, vitamin, vaporizátor, ennyi. És amit ott felsoroltam, tehát ott lehet adagolni, ott csak egészséges anyagokat szívsz a szervezetedbe. Csak azért, mert ő azt mondja, és az egyébként ö, szerintem a kerékfeltalálása óta a legnagyobb fejlesztés. Ez meg nem, mert elektromos cigaretta a neve. Ennyi lett volna részemről. Jöhet a következő? Jöhet. Az ez lett volna ugye, hogy a hét mindenhol pörgő híre, hogy ismét a fiatalok azok, akik elcigiből fordulnak át dohányossá. És... Nem tudom, hogy ezt miért kapjuk föl mindig hétről hétre, vagy mondjuk időszakonként fél évente, de most ez megint előkerült. Hát ez a mumus Charlie, tehát én már, én már ilyen mumus kategóriákba gondolkodom, tudod, így. Benyúl, Ildikó a kis teske, nő tehát a női teste tehát gyakorlatilag egy komplett uh, uh, harckocizó egység van benne. <laughs> Benyúl, és akkor hú, bazd meg fiatalok meg, ezért, oké, akkor már ezen a héten ez a mumus érted. Majd jövő héten megint előjön a diacetil, aztán így húzgálja ki. A... Nem, nem emlékeztek arra, amit valami papírlapból kellett hajtogatni, bedugtad a négy újjadat, a két mutatót, origami, meg a két újjadat, só, és akkor... Sótartónak hívták hát ezt Hát és a akkor formációt. így, így oda-vissza, 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 és akkor a végén négy számot lehetett mondani, és akkor... Fölhajtottad már mikor pubertáskorra, voltatok, és akkor adja a mellette ülnek valami ilyesmi. És akkor lehet, hogy táskájában egy ilyen van, tudod, így hajtogatja. Azt mondja, hogy Tibi, mondj egy számot, 5. Oké, egy 2, 3, 4, 5. Most, most, amit látsz, abból mondja egyet, fölhajtja. Ó! glicerin! Akkor a következő, mondj egy számot, 3, végig hajtogatja. Ó, gyerekek rászoknak a cigarettára! Tehát én ezt így tudom elkészíteni, tehát ez a leglogikusabb verzió. Ezt, ezt még variálhatnák egy kicsit, mert én még várom azokat a híreket, hogy hogy, 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 hogy is van ez. Ne, 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 nem tudunk eleget az anális glicerin függő generációkról. <síl> Eljön még az az idő is. Hasonló ilyen random dolgok. De nekem igazából erről az jutott eszembe, hogy az első ilyen az a Jama pediatrics volt az a rettenető szar tanulmány, amiben úgy állapítják, úgy vonnak megint konklúziót, hogy minek mennyi a valószínűsége, hogy megkérdezik a, a, a gyerekeket, hogy látod-e esélyét annak, hogy később dohányozni fogsz? Igen. És nem azt kommunikálják, hogy mondjuk az elektromos szigarettázó tinédzserek között négyszer annyian gondolják úgy, hogy nem elképzelhetetlen, hogy egyszer a jövőben majd dohányozni fognak, hanem az, hogy négyszer nagyobb esélye van, hogy dohányozni fognak. Tehát nem erről szól. Ez pont ugyanolyan, mint hogyha megkérdeznénk az óvodásokat, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és kiderülne, hogy a férfiak fele űrhajós, a másik fele meg tűzoltó lesz. Yes. Holott nem. Oké, okay. lépünk tovább. Ja. Na, várjál, és akkor most jön a Most, a igen, busz. ezt akartam. Érdekes kérdés, érdekes válasz, a napi.hu bejegyzése, ami arról szól, hogy valami furcsa történik a dohánypiacon. Egyre gyorsuló ütemben nő a dohány kiske magyar dohány kiskereskedelem, amely bizonyára gondolkodó bajti a kormányzati kommunikációs szakembereket is. Ö, de azt látjuk, hogy olyan tendenciával nő az elmúlt negyed évhez ö, képest is a, a dohánytermékekre való költés, hogy ö, hogy ö, nem igazán lehet mivel magyarázni, és itt már árakkal van korrigálva, meg minden szírszarral. Hát meg adóval, ö, meg, igen. Ö, tehát mindaz mellett, hogy nőtt a jövedéki adó hogy ugye volt egy tendencia, amikor a szálasból a sodróba ö, mentek át a dohányosok, miközben a kormány elkezdte kommunikálni, 200 ezer ember tette le a cigarettát, most meg úgy tűnik, hogy hirtelen több mint 200 ezer ember rászokott a szálas És a az cigarettára. Azt tegyük hozzá, azt meg is említik, <höhem> hogy hogy még rosszabb a helyzet, hogyha az van, amit te mondasz, hogy, hogy most ugye mi ab, én abban élek, hogy cigarettát veszel, de hogyha azt mondod, hogy vágott dohányt, sodró dohányt veszel, ami kurvára sokkal kevesebbe kerül, mint a, a megsodort cigaretta, akkor az annyival kevesebb, hogyha meg, tehát azt mondod, hogy nagyon megugrott a bevétel, és ha valami olcsóbbból ö, nagyobb a bevétel, akkor az azt jelenti, hogy nem az, hogy nőtt a fogyasztás, hanem kurvára nőtt a fogyasztás. Márhogy nem kurvára, szóval... hanem baromira megnőtt a fogyasztás. Ami egyébként hihetetlen módon, tehát amiért ezt a cikket betettem, mert nyilván minket annyira ezért nem érdekel a, a, a dolog, nyilván az egészségügyi luditek vieségei mentén ugyanígy érintve vagyunk mi is, de hogy ugye a, a vége a cikknek az, az, a zseniál. Tehát, hogy föltették a kérdést, hogy na, uraim, akkor itt van a statisztika, feketén-fehéren látszik, hogy Magyarországon megnőtt a szálas cigaretta fogyasztása, és hogy nem igaz az, amit kommunikálnak, hogy mennyien leszoktak, és milyen kurva jó stratégiájuk. Erre baszki adtak egy olyan választ, amilyet egyébként nekünk szoktak adni, tehát, de az utolsó két mondatot felolvasnám, Charlie. Jó. Ha megengeded, kis te Természetes. Be. A határozott kormányzati fellépés további céljai a fogyasztóvédelem erősítése, a nagykereskedelmi társaságok túlzott előfölényének letörése és a fekete gazdaság megszüntetése hasonlóképpen sikeresen teljesültek. Orbán Viktor miniszterelnök erőfeszítéseit a dohányzás visszaszorítása érdekében az Egészségügyi Világszervezet, a WHO díjjal ismerte el. Bazd meg, ez egy válasz arra, hogy miért dohányoznak többen Magyarországon. Én azt hittem, hogy a végén az volt, hogy... Lesírom a ballában, érted? Lesírom viz... a ballába. Orbán Viktort a múlt héten 12-től 12.30-ig szentély avatták valami hasonló. Hát ez kész, komolyan mondom. Tehát mi, mi egyébként, akik már hozzászoktunk a, a, semmitmondó semmit mondó és, és, nem a témához fűződő és kurvára nem arról szóló válaszokhoz, azért még minket is megrázott ez a dolog, érted? Hihetetlen. Olvassatok Én el a cikket, logok, mint a leveli béka. <síthat> Ó, <vassatok síthat> a cikket, mert... Ez zseniális, komolyan mondom. Főleg a vége. Érdemes lesz. szerint miért nőtt, Orbán Viktor díjat kapott? De önök szerint Kész. miért nőtt, Nem. Orbán Viktor, Nem. Viktor díjat, díjat kapott? Viktor díjat kapott ennyi. Ért. Tök no. jó, akkor írjunk a WHO-nak, hogy vegye vissza a díjat, mert valami devstibben. Én azt nézegettem egyébként ennek kapcsán, hogy, hogy, még egy fél évvel előtte volt valami a KSH-nak az adatai szerint, és nőtt a rendszeresen dohányzók száma. Mindenhol az van, hogy nőtt, 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 nem csökken, nőtt, 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 nem csökken, és aztán előrukolnak egy ilyen számmal, de hát mivel mostanában a nefi statisztik, ez is a nefi asztalára tartozik, ugye, és a nefi statisztikáiba volt szerencsém elmerülni, ez a hasraütés. Figyus látszok, most már csináljunk egy olyan évet, amikor, amikor amikor azt mondjuk, hogy csökkent, mert különben itt fejek fognak hullani. Jó, mennyivel csökkenjen? Üh, legyen 4%, százalék, két százalék. Oké, rendben. Tehát uh, és, és bocsánat, ez senki egyébként. nem ellenőrzi ezeket. Tehát azt mondanak, amit akarnak. Figyelj, az, hogy nőtt a fogyasztás, az teljesen tényszerű. Tehát ott, tudod, navnak lejelentő trafikos pénztárgépekről beszélünk, másodpercre pontosan tudják, mikor, mennyit, ki, hol adott el. Tehát, de ott, Fifika, nem... akkor hogy csökken a dohányzók száma? Az a, várjá, van? De az a, az a... másik kérdés, tehát azt, hogy nőt, azt senki nem tudja elvitatni. Érted? Tehát hiába uh, mondja a másik oldal azt, hogy hát de pedig milyen, ezért, mi 200 ezer hát személyesen ismerünk, akik nem dohányoznak, sajnos 600 ezer meg rászoktak, de hát ez, nem tudunk mit csinálni. Azok szóval a szervezetek. 200 biztosan kivezettük. Érted. Jaj, mert tudod, hogy van ez? Á, nem a jót mondtam el, amit nekem is válaszoltak, hogy úgy lesz a néhány ezrelékből négy százalék, hogy nagyon bonyolult súlyozási algoritmust, amit nem lehet megérteni magas fokú statisztikai ismeretek nélkül, egy ilyen algoritmust eresztenek rá, és azzal kisúlyozzák azt az eredményt, amit éppen szeretnének, hogy kijöjjön. Köszönjük! Igen, hát ez olyan, mint a, a mostani választási rendszer. Érted. Egy ilyen fekete doboz Tehát az egész. Van egy olyan szűrő, ami csak a narancsot engedi át. Hát ilyen létezik, baszd meg. Ennyi. De... Na, fiúk, azért, mert oh. nem figyeltétek az XL-es csetet, azért mondom, Jaj, hogy figyelj, azt figyelj, csipogott figyeljétek. Itt? Igen, az csipog. Ez zseniális, vagy az csipog. Annyira kikacagtuk magunkat, hogy a végére egy ilyen keserédes rovatot is meg kell nyitnunk a kultúrában. Pető Zsolt nevét meg kell, hogy említsük. Sokaknak így ez nem mond semmit. Szegény Pető Zsolt ö, távozott ö, az élők sorából, de biztos talál mindenki kedvére valót. Csapjátok föl a kedvenc ö, kölcsönzőtöket, vagy éppen olvassátok el. Csak ilyeneket mondok nektek, hogy Gusztáv sorozat, ö, vakáción a mézga család, a nagy hohohorgász, vízipók, csodapók, misimókus, hmm. éjjenszervác, éjjel szervác, az erdőkapitánya, mindegyikben, mindegyikben szerepet vállalt, vagy zeneszerzőként, vagy zenei rendezőként. Sajnos itt hagyott Ludas minket. Matyi. Ludas Matyi, igen. Úgyhogy mindenki kapja elő a kedvenc e vagy vagy könyvét, vagy vagy esetleg magát a, a a rajzfilmét és nézze meg egy-egy epizódot. VHS-t. vhs, -t. VHS -t, igen. <kül> Mert úgy van még. Meg. A másik pedig, ami a kultúrába való, Krisztiánnak a, a gyűjtése, természetesen, de rá fogtok jönni, hogy miért mondom ezt. Krisztián, vezest fel. Zenészek a Magyar Zene Háza ellen címmel indult egy Facebook oldal, ami magyar zenészeket és előadó művészeket tömörít a Liget védők oldalán a Liget esztelen kicsinálása ellenében, és ők majd szervezgetnek mindenféle zenés programokat ide a Liget védők tábora faluja mellé. Oké, okay. és én egy, egy két hete kitett, nem tudom, hogy ezt említettem-e, mindenesetre a Facebook oldalra kitettem a képet, nagyon jó találat volt, aztán ezt kicsit megmagyarosítottam, ami úgy szólt, hogy, de lehet, hogy beszéltünk róla, javítsatok ki, hogyha vagy szóljatok közben, ha már volt, száz évet vett igénybe, mire az amerikai kormányzat megerősítette, hogy a dohányzás rákot okoz, és 130 évre volt szükség, hogy megtiltsa a kiskorúak részére történő értékesítést. Mindössze két év betelt megbénítani a dohányzás ellenes ipart, mindemellett még mindig teherautónyi cigarettát tudunk venni, mert az az FDA által jóvá hagyott. De hát mit nem értesz ezen, Charlie? Orbán Viktor díjat kapott. Hallod, szerintem az adás cím is lehetne. Az tényleg. tényleg. Jó, fiúk. Nekem el kell rohannom. Ö, megnézem, milyen új stúdiótechnikák vannak a világban. Konkrétan most a wow. Music FM-ben. Úgyhogy jövő héten beszámolok róla, hogy mire csorgatom épp a nyálamat, mit nem veszünk meg. Ö, de jövő héten majd akkor egy kis rövid élménybeszámoló, és. Orbán Viktor díjat kapott. kapott. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok. Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!